Hasonló kategóriában, tehát életművi oldalon a Tóth Zoltánnak jár egy díj és egy oklevél a vizuális látványvilág megteremtésért, mert igen egyedi az, amit ő csinál. Úgyhogy pár szóval, ahogy az imént is a Lacinál, pár szóval elmondanátok, hogy mit láttok. Kérdem én, aztán utána a András mondja, mert ő az okosabb, én a szebb vagyok. Arról szól a történet, hogy a Tóth Zoli, hát idős alkotó már, szóval 70-en fölül van, a régi amatőr filmesként kezdte pályafutását, és hát egyre, ahogy így idősödött, ahogy életbe, egyre jobb filmeket csinált, és most szerintem most van a csúcson, és nagyon különleges, extra beállítások és témájú. Hát a téma mondjuk elég egyszerű, az a világ, amiben ő él, de maga a vizuális megközelítés az egyre professzionálisabb, egyre izgalmasabb, ahogy ő az eszközt, amit már nem szuper 8-assal forgat, hanem digitális eszközökkel, és ennek az eszköznek az összes technikai trükkjét már ismeri. És ezáltal a mondani való, ami mondjuk nem annyira bonyolult, hanem az élet, amiben ő él, és arról az a véleménye nyilvánvalóan, azokat egyre érdekesebb, több technikai eszközöket tudja bemutatni, egy árnyaltabban. Tóth Zolitól azt hiszem, hogy 2 vagy 3 filmet is láthattunk. Sok filmet. 3 filmet láthattunk. Nagyon következetesen a szerkesztése a Tóth Zoli filmjeinek, a szerkesztése sketch jellegű, mindegyik filmjének sketch-szerű szerkesztése van, és hát ezek a különböző kis sketchek mind rendkívül izgalmasak, és hát ami ezt rettenetesen tudja fokozni, az, hogy a Tóth Zoli a videotechnika határait feszegeti technikailag ezekben az alkotásokban. Abszolút. Kísérletező filmes. Igen. Hogyha nem 71 éves lenne, hanem 16, akkor is érdekes filmeket készítene. Hát vele indul el az avantgárd. Avantgárd, igen. Jó. Igen. Ezek bevezető gondolatok, tehát fogjuk még ezeket folytatni, ezeket a gondolatokat. Most egy az utolsó, amit most megtekintünk, legalábbis belenézünk, ebbe tényleg csak belenézünk, itt a Tóth Zoltánnak a Szösszeretet című filmje, úgyhogy indulhat is. Mit keres itt a kádba? Hát, kijöttem feledőzni. És gyakorlatilag csak annak köszönhető az, hogy a kádat kirakták, mert bevoltázva a szomszéd alatt a lakó?
Igen, úgymond ezért szerelték ki, hogy közben ők egy átépítést végeztek, rólam meg elfelejtkeztek a visszaszereléssel. Csak így? 3 éve itt van a kártként? 3 éve itt van a kártként. Vannak erre tanúk is, az egész folyosó, 10 lakjuk összesen a folyosót, bárki tanúsítva. Víz az nincs kikötve? A víz meg a gáz az nincs kikötve. Értem, és mennyi a havi vízszámlája így? Zoli ezeket csinálja, tehát láttuk, hogy ezek a szösszenetek arról szólnak, hogy a kamerában dolgozik, összevágja, egymás után rakja, humorra megfűszerezi és elinteszi, elinktálalja. Igen. Ebből lehetett látni pár dolgot, igen. Igen, de az még ment volna 20 percen keresztül, a jobb jelenetek a film vége felé vannak. Így, hogyha valaki még akar ebből a filmből nézni, van itt a YouTube-on, megnézi, mert az igazi polifilm. Egy polifilm fest csatornán. Az 2020 csatornán, igen. Igen.